Isten áldja, Isten áldjon! Szeretettel köszöntünk mindenkit a Lángol új évadának második részében. Az új évad különlegessége az, hogy fiatal lelkészeket kérünk meg, hogy teológiai hallgatókkal közösen végezzék a szolgálatot. Ez alkalommal László Bernadett, a Zsilvölgye papnője utazott hozzánk, aki Petrozsenyba, Lupényba és még sok-sok helyen végez szolgálatot, de erről majd ő fog mesélni, akit egy évvel ezelőtt még itt a padok másik oldalán láthattunk, és akiről azt kell tudni, hogy amikor felcsapta a konyhában a Laci konyhát, akkor igazi vendégségre hívta a közösséget. Akik emlékeznek rá, vagy akik még itt voltak, azok mindezt tudják. A teológiai hallgató pedig Nagy Norbert, alias Bro, akit azt hiszem senkinek sem kell bemutatni, ennél részletesebben. Felkérem hát őket, hogy végezzék a ma esti szolgálatot, és úgy tudom, hogy valami különleges módon a jelen való lét titkát fogják itt nekünk feltárni, megmutatni. Fogadjátok szeretettel és nyitott lélekkel. Ugyanakkor felhívunk figyelmeteket, hogy az padokra elhelyezett QR kódok segítségével lehet elérni a dalokat, énekeljetek velünk. Legyen ez egy közös elcsendesülés és feltöltődés. Elcsendesedésünk legyen Istentől, a mi atyánktól, aki szeretetben teremtette ezt a világot, és mindannyiunkat igazabb önmagunk megélésére hív. Amen. Kedves barátaink, kezdő éneknek énekeljük az Ez az a ház című dalunkat, amelyet a QR kóddal megtalálhattuk. Itt lakom, lát, ez az a ház, kevés a luxus, szorít a kényelem. Hiába keresek nyugalmat, Isten lélek. Ezért, akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják. Jöjjetek, kedves testvéreim, kedves barátaink, hallgassunk a lélek szavára, imádkozzunk csendben, önmagunkba szállva. Amen. Kedves testvéreim, a mai lángol ifjúsági Isten tiszteleten előttetek tartandó beszédünk alapgondolata írva található a Lukács szerinti evangélium 19. részének 41-től 44-ig terjedő verseiben.
A Lukács szerinti evangélium 19. részének 41-től 44-ig terjedő verseiben a következők vannak megírva. Amikor közelebb ért és meglátta a várost, megsíratta, és így szólt. Bárcsak felismerted volna ezen a napon te is a békességre vezető utat. De most már el van rejtve szemed elől, mert jönnek majd rád napok, amikor ellenségeid ostromfalat emelnek körülötted, körülzárnak és mindenfelől szorongatnak. Földre tipornak téged és fiaidat, akik falaid között laknak, és kőkövön nem marad benned, mert nem ismerted fel meglátogatásodnak idejét. Beszédünk alapgondolata tehát így hangzik. Amikor közelebb ért és meglátta a várost, megsiratta. És így szólt. Bárcsak felismerted volna ezen a napon te is a békességre vezető utat. De most már el van rejtve a szemed elől. Mert jönnek majd rád napok, amikor ellenségeid ostromfalat emelnek körülötted, körülzárnak és mindenfelül szorongatnak, földre tipornak téged és fiaidat, akik falaid között laknak, és kőkövön nem marad benned, mert nem ismerted fel meglátogatásodnak idejét. Kedves testvéreim, kedves barátaink, van egy hely, amiről mindig azt álmodom, hogy milyen lenne, ha az enyém lenne. Van ez a hely, amivel általában vasárnap délutánonként szoktunk találkozni, amikor a hosszú és fáradtságos út után visszaérünk ide. A városba befelé jövet, amikor felérünk a Felek tetejére, jobbkész felül van egy panorámás kávézó. Mindig azon gondolkodom, hogy milyen lenne, ha kiülhetnék a teraszára, és egy ristretto mellett bámulhatnék le a városra. Ha nem is pont onnan, de biztos vagyok benne, hogy az ereszkedés első pillanataiban a legtöbben megcsodáljuk az elénk táruló, festményszerű város látványát, Kolozsvárt. Általában mindenki este felé érkezik, mert ha már hazautazott, akkor jó minél többet otthon lenni és pihenni. És ilyenkor a Felekről lefelé jövet, lefelé tekintve, esténként, szürkületben millió apró fénypont terül fel előttünk, és olyan, mintha kitárná karját ez a nagy város, mintha hazavárna, és elkezd átjárni bennünket az érzés, hogy ez a mi városunk. Itt élünk rövidebb vagy hosszabb ideje. Meghatároz minket. Képzeletben most megállunk újra a város fölött. Nézzük, és azon gondolkodunk, hogy vajon nekünk mit jelenthet ez a város, Kolozsvár. Megállunk fölötte, és arra gondolunk, hogy van ez a hely, ahol minden megtörténhet, ami mindannyiunknak otthona lehet valamiképpen. A vasárnapi csúcsforgalmat a hátam mögött hagyva, alig néhány órája a Felek tetején én is beereszkedtem, és előttem is feltárult a kincses város, Kolozsvárnak a lenyűgöző látványa. Bevallom nektek, bevallom önöknek, hogy ambivalens érzések törtek rám, mivel a látkép, amely elém tárult, egyszerre volt megható, magával ragadó, és ugyanakkor ijesztő is. A teremben ülők közül páran tudják, mint ahogyan Zita is elmondta, hogy a Zsill völgyéből érkeztem ide a mai Isten tiszteletre. Az, aki már járt a Zsill völgyében, az tudja, hogy az, amikor ereszkedsz be a Zsill völgyébe, akkor ugyanilyen szerpentineken kell beereszkedni a Zsill völgyébe, mint amilyen szerpentinek vannak itt Kolozsvár előtt is. A Zsill völgyéhez közeledve, a véka szurdok tetején lefele haladva, a Parink hegynek a hófette
képe tárul az odaérkező szeme elé. Kolozsvárhoz közeledve, a feleken megállva, ugyancsak, hogyha szerencsénk van és engedi az időjárás, akkor a maga teljességében megpillantható a nagybetűs város, Kolozsvár. Itt azonban nem hófötte hegyek tárulnak elénk, hanem földből kinőtt, égbe kapaszkodó tömbházak, parkolóházak, irodaépületek, templomtornyok. A város felé közeledve csak találgatni tud az ember, és mutogat az ujjával, hogy vajon én hol is lakhatok, hol is élhetek ebben a nagy rengetegben. Néhány pillanatra megállva a város felett sok minden eszembe jutott. A Zsírvölgyéből ide érkezve, és a környező hegyek, a vulkánhegység és a Retyezát szépségét naponta látva és naponta megtapasztalva ezeknek a hegyeknek a szépségét, rájöttem arra, hogy mennyire is hiányzott a Kolozsváron töltött időmből a természet szépsége. Hiszen mindannyian tudjuk azt, hogy nagyon kevés az az alkalom, és meg tudjuk becsülni azokat az alkalmakat, amikor a város felett az ég kékjét láthatjuk. És talán meg sem tudjuk számolni azokat a napokat, hogy hányszor van olyan alkalom, amikor a napnak a sugarait a smog felhője eltakarja a szemeink elől. Arra is rájöttem, főleg a teológusok által félelemmel és rettegéssel emlegetett zsírvölgyi városok, meg lehet, hogy manapság tényleg nem pompáznak abban a dicsőségükben, ami ezelőtt néhány évtizeddel volt, mégis sokkal kiismerhetőbbek és valamivel barátságosabbak, mint ez a város, Kolozsvár. Így most a felekről lefele tekintve elsősorban a megannyi háztömb, a negyedek, a kígyózó kocsisorok és az utcán lévő járókelők jutottak eszembe először. Aztán elindulva lefele a Szerpentineken, be a városba, arra eszméltem rá, hogy ezek a Kolozsvárral kapcsolatos érzéseim már ismerősek. Ha nem is pontosan ezeket, de valami hasonló érzések voltak bennem 2015-ben is, amikor először láttam meg a felek előtt elterülő hatalmas várost. Lassan 8 éve annak, hogy egyetemistaként szemügyre vehettem Kolozsvárt, én, a kis székely faluból érkező lány, aki bár az iskoláit a ma már világvárosnak nevezett Székelykeresztúron végeztem, de mégis először jöve ide megijesztett, sőt azt is mondhatnám, hogy megrémisztett az akkor elém táruló városnak a panorámája. Ma délután azok az érzések is újjáélettek bennem, hogy milyen volt az első pár nap, vagy az első pár hónap itt létem Kolozsváron. És bár azt mondják, hogy az idővel az élmények, az emlékek azok az ember fejében megszépülnek, és csak arra emlékszünk, ami jó volt, mégis azt kell mondanom, hogy az első pár hetem, hónapom, az első időszak, a Kolozsváron töltött időszakomat nem mondanám kellemesnek, mert bevallom, hogy túl sok volt ez nekem. Túl sok volt az autó, túl zajos volt, túl hangos, túl sok a sziréna, túl sok a mindennapjaikat élő munkába, iskolába, vagy éppen egyetemre igyekvő járókelő. S bár körülöttem rengeteg ember volt, én mégis egyedül éreztem magam. Igaz, hogy volt néhány ismerős arc, mégis a körülöttem lévő idegen környezet miatt magányosnak, parányinak, kicsinek, idegennek és kívülállónak éreztem magam, akinek semmi keresnivalója nincs itt, aki nem tartozik ide,
Igen, tisztában vagyok azzal, hogy teológusként mindezek az érzések engem nem kellett volna annyira nyomasszanak, hiszen az egyetem, a bentlakás és a szóra között, tudom, nem nagy a távolság. De mégis komolyra fordítva a szót, az itt létem elején féltem és rettegtem kimozdulni, mert ismeretlen és idegen volt számomra minden. Idegen és ismeretlen volt minden épület és minden utca, és az utcáknak nem csak a magyar, hanem a román neveik is. Ezek a kellemetlen érzések addig gyötörtek, amíg rá nem ébredtem arra, hogy nem vagyok egyedül ezekkel az érzésekkel, és mindenre a megoldást talán ne a városban, hanem valami másban keressem. A város lelkét a benne élők adják. Mi vagyunk a város. És igen, valóban sokszor mondhatjuk azt, hogy ismeretlen és idegen ez a hely. Hogy nem enged közel magához, és hogy nem érezhetjük otthonosnak. A város megszemélyesítésének gondolata nem új keletű dolog. Már hosszú évekkel ezelőtt megfogalmazta ugyanezt valaki, aki szintén úgy tekintett a városára, mint a benne élő emberek összességére. Megállt a városa felett, és tudta, hogy a várost azok az érzés állapotok, azok a viszonyrendszerek határozzák meg, ahogyan az emberek egymással élnek, együtt élnek. Jézus állt meg az a város fölött, Jeruzsálem fölött. Már egy jó ideje haladt felé, hogy az ünnepen ott legyen. Amikor közelebb ért, megállt a város fölött és letekintett rá, úgy, ahogy mi is a felek tetejéről megannyiszor letekintünk a városra, és őt is átjárta, mint minket, ez a különös kettősség. Először a város hatalmas ragyogásban és varázslatosan tűnt fel. Nézte azokat a felmérhetetlen nagy kőépületeket, nézte az olajfákat, nézte a jeruzsálemi szűk kis utcákat. Aztán hirtelen egy szomorú előérzet kerítette a hatalmába. Az a dicső város, amire most letekint, tudta, hamarosan romhalmazzá változik. Hamarosan látható szinten is szimbolizálni fogja, valósággal fizikailag is meg fogja testesíteni a benne élő emberek lélek állapotát. A teljes evangéliumi szövegekben mindössze két helyen írják, hogy Jézus sír. És ez az egyik. Amikor letekint a városra, vagyis annak embereire, és megfogalmazódik benne, hogy nem ismerték fel a meglátogatásuk idejét. Azt az időt, amikor ő ott volt és működött, amikor megpróbált egy kicsikét változtatni, amikor megpróbálta a saját értékét hozzáadni a városban élő emberek közösségének értékeihez, de az kilökte őt. Azt hitték, hogy azért megy oda, hogy háborút vigyen, pedig csak békességet akart szerezni. Volt egy város, egy nép, aminek emberei talán meghasonlott életet éltek. És volt valaki, aki megpróbálta erre felhívni a figyelmet, aki perspektívát próbált mutatni egy új irányba, de nem fogadták be, kirekesztették. Ezekben a versekben Jézus éppen visszatér a hosszú tanítási útjáról a városba, ezúttal utoljára. Abba a szent városba, ami a teljes zsidóságot jelképezi. Megáll fölötte és sír. Sír, mert tudja, hogy Jeruzsálem lakossága nem ismerte fel a nagybetűs napját, az alkalmas időt, a lehetőséget, a személyes békére. Megszámlálni sem tudom azt, hogy az itt töltött időszak alatt hányszor éreztük és hányszor éreztették azt velünk, hogy nem használjuk ki az alkalmas időt, hogy észre sem vesszük és kifolyik az ujjaink közül az itt létünk. Egyetemistaként és hogy egy kicsit hazafele kacsingassak, teológusként számtalanszor hallottuk a tanárainktól,
a szüntelen önképzés kifejezését. Rengeteg alkalommal hívták fel a figyelmünket arra, hogy kötelezzük el magunkat valamelyik szakterület irányába, és azt is többször hangsúlyozták, hogy éljünk a Kolozsvár adta fejlődési, tanulási, önfejlesztési lehetőségekkel. Természetesen ezek a szavak sokunknak a füle mellett elmentek, természetesen tisztelet a kivétel. Azonban, ahogy az egyetemista ahhoz az időszakhoz közeledik, amikor a ballagási kalapját időben megvásárolja, vagy ahhoz az időszakhoz közeledik, amikor a ballagási kalapa fejére kerül, de eljön az életben az az időszak is, amikor ez a ballagási kalap már csak a könyvespolca tetejéről bámul vissza rá, és szugerálja őt. És ilyenkor az embernek eszébe jutnak ilyen kérdések. Mi lett volna, ha? S bár elmondták nekünk, hogy a múltat, a történelmet illetően nem szabad és nem kell feltenni ezt a kérdést, én mégis meg annyiszor feltettem és felteszem az elmúlt időszakban magamban. Vajon mi lett volna, ha? Mi lett volna, ha nem szalasztom el azt a sok lehetőséget, amit ez a város adni tudott volna nekem? Vajon mi lett volna, ha többször kimozdulok a bentlakás négy falai közül? Ha többet járok társaságba? Ha többet ismerkedem? Ha több időt fordítok az önképzésre? Vajon mi lett volna, ha úgy igazán az emberekben keresem a békét és a megnyugvást, és nem a városnak az épületeiben, az utcáiban? Most már belátom, hogy mindezeken így utólag töprengeni és rágódni feleslegesek, mert valóban igaz. A mi lett volna, ha már nem segít az én helyzetemen, mert ma már úgy van minden jól, ahogy van, úgy van jól, ahogy végleges, úgy az igazi, úgy a valós, ahogy minden a maga idejében megtörtént. Még mielőtt valaki a mi mai Isten tiszteletünk után elmenne holnap az egyetemre, és kikérné a doszárját, megnyugtatok mindenkit, hogy imádtam itt lenni ebben a városban. Méghozzá annyira, hogy szeptember óta valahányszor lehetőségem adódik különböző okok miatt visszajönni ide, mindig úgy érzem, hogy igazán hazaértem. Mert valahányszor megállok a Jézsuká kapujában, és a lépcsőről még nem lépek le, hanem onnant belelépek az itteni életben, körülnézek, és ráébredek, hogy milyen jó is volt itt lenni ebben a városban. Milyen jó volt a városnak a lakója lenni. Milyen felemelő és vissza nem térő érzés is volt az, amikor megpróbáltam élni benne, a részese lenni és a lakójává válni. Újra és újra megerősödik bennem az, hogy tulajdonképpen nem is a város határozza meg az itt létet, sokkal inkább a nagybetűs pillanatok, a megélt percek, amik emberekhez, társakhoz, barátokhoz, önmagamhoz és Istenhez kötődnek és Istenhez kötnek. Ezek a megélt élmények pedig mind-mind olyan élmények és olyan pillanatok számomra, amelyet soha nem tudok elfelejteni. Ha csak a bentlakás pillanataira gondolok, a nagy hétvégi főzésekre, sütésekre, a régi is, majd az új konyhában, a teológus tanulóban töltött szessziós hangulatokra, ahol megismerhettük az embereknek a jó és a rossz tulajdonságait egyaránt, a nagy tanuló többszöri átalakítására, átrendezésére, a fumis nagy takarításokra, a bulikról és a táncokról nem is beszélve. Azonban voltak felejthetetlen élmények és felejthetetlen pillanatok a Jézsuká falán kívül is.
hiszen a természet közelségét keresve szívesen jártunk ki egy-egy könyvvel a hátunkba, egy-egy könyvvel a hátizsákunkban, a botanikus kertbe, vagy éppen a sétatérre. Ha hosszabb időt akartunk távol lenni a nyüzsgéstől, akkor a bükkbe vagy törökvágásra mentünk ki, és nem csak a diáknapok idején. Vagy ha hosszabb ideig akartunk csendben lenni, akkor messzebbre mentünk. Szindre, Mészkőre, a tarnicai tavakhoz, Torockóra vagy éppen Torockó-Szentgyörgyre. Felejthetetlen pillanataim közül nem maradhatnak el a kulturális élmények, természetesen, hiszen egy idő után a színház és az opera lett az én mencsvárom, ahová néha kisebb, máskor nagyobb sikerrel sikerült bevonnom másokat is. Azokra az alkalmakra is szívesen emlékszem vissza, amikor a különböző felekezetek templomába vagy az előadásaikra mentünk el, megismerve ezáltal is a körülöttünk lévő embereknek a hitét és a világnézetét. És a város adta számomra azokat a lehetőségeket is, amikben még ennél is nagyobb városba tudtam elmenni, és melynek köszönhetően még inkább ki tudtam lépni a komfortzónámból, hiszen megadatott, hogy elmenjek egy sokkal nagyobb városba, Budapestre, és hogy ott is szerezhessek felejthetetlen élményeket és tapasztalatokat. Most, hogy újra megálltam egy kicsit az egyetemista éveim dombjának a tetején, és egy kicsit végignéztem az én városomon, az egyetemista városon. Most, hogy újra végigpörgettem ismét mindezeket magamban, úgy érzem, hogy nem is kellene semmit sem megváltoztatni. Hiába is gyötröm magam a mi lett volna, ha kérdéseivel. Mert a mostani fejemmel nézve minden változási szándék csak hiába valóság. Most már hiába veszem észre a megbánásra okot adó pillanatokat, mert az az igazi, az a valós, az, amit az akkori énemmel, az akkori dettó élt át, az akkori barátokkal, az akkori emberekkel, az akkori itt élő társakkal, mert az úgy volt őszintén az alkalmas idő megélése. Az emberi lélek formálódásának van egy olyan pillanata, amit ha egyszer az ember átél, utána teljesen másképp tekint mindenre. Másképp tekint múltjára, másképp tekint jelenére és másképp jövőjére. Másképp tekint társaira, és másképp, főleg magára tekint másképp. Abban a pillanatban, amikor rákérdezzünk saját létezésünknek az értelmére, életünknek a céljára, és ráébredünk, hogy a kicsi létezésünknek pontos helye van a lét misztériumának szövetében, és hogy mindez bennünk egy ponton összeír, akkor átértékelődik minden. Martin Heidegger, a nagy német filozófus gondolatai szerint a létet az idő felől kell megközelítenünk. Mert szerinte a létkérdés az idő kérdés. Azt mondja, hogy az idő egy horizontként, egy válaszadóként léphet fel számunkra, vagyis hogy a lét értelmének a kérdésére az idő felől, az időre való rákérdezéssel kaphatjuk meg a választ. És itt most nem a kronológikus időre gondolok, hanem arra az időre, amit a szubjektív időtapasztalás által egy belső időként fogunk fel. Arra a törékeny pillanatra, amiben megnyílik a világ, amiben felsejlik valami megmagyarázhatatlan, amiben ég és föld összeér, amiben felsejlik a teljesség, a teljes életünknek, a teljes időnknek a titka. Ennek az apró,
nagyon kis személyes megtapasztaláson alapuló időnek az egyik felismerése a múlandóság tudata. Mert az ilyen pillanatokban felsejlik az is, hogy az emberi létezés mindig véges, mindig végbe menés jellegű. Hogy minden pillanat, ami megtörténünk velünk, az tulajdonképpen egy véghez tartás. Hogy ezt nem lehet csak úgy közömbösen kezelni. Ráébredünk, hogy ugyanígy nem csak minden egyes pillanat, hanem azok összessége is, az életünk is egy végbe menés. De van ennek a felismerésnek egy pozitív adománya is. Az élet, mint a végfelül megértett, megélt és kiteljesedett egyéni idő, egy sokkal tartalmasabb létezésre hív mindannyiunkat. Erre az állapotra Heidegger a német Dasein kifejezést használja, amit jelenvaló létnek fordíthatunk. Ez a jelenvaló lét egy olyan létmód, amiben az ember megismerni, megérteni vágya önmagát, és saját létére kérdez rá, saját létének, létezésének értelmére, és megérti, hogy mindenek előtt a létbe bele vagyunk helyezve, hogy életünk, létünk, világban benne lét. Ennek a heideggeri elgondolásnak az egyik hagyománya a görög kairosz hagyomány. A kairosz az ógörögben valamire alkalmas időt jelent. Ez az alkalmas idő, ez a kairosz, mint a Dasein, egy egzisztenciális lehetőség. Az Isten érkezésnek a pillanata. Az a pillanat, amiről az imént beszéltem, amivel megsejtjük, hogy az a parányi kicsi emberi létezés a léttel, a nagy világ mindenséggel elszakíthatatlan kapcsolatban van, hogy összefügg annak minden kérdése és minden nagy titka. Ezt a fajta jelenvaló létet a saját létünkre való rákérdezés által sejthetjük meg, ami elsősorban, kedves testvéreim, az Istenhez való viszonyunkban sejlik fel, és abban érthető meg igazán. Mert az örökké valóságot csak az értheti, aki az időbeliséget végbemenésszerűen tapasztalja meg. Magunkat, a lelkünket csak akkor érthetjük meg igazán, hogyha rákérdezünk az Istennel, a léttel való viszonyunkra. Ez az állapot, a jelen való lét. Az idő kairológikus jellegének megtapasztalása, ami mindannyiunkat egy autentikusabb életre hív. Ez a kairosz görög szócska a felolvasott bibliai versekben is megjelenik. Jézus által jelenik meg akkor, amikor azzal szembesíti Jeruzsálemet a zsidókat, hogy nem ismerték fel az alkalmas időt. Nem ismerték fel azt az időt, amikor ő ott volt, amikor tanított, amikor megpróbált egy kicsikét jobbra fordítani az ott élő emberek sorsát, világnézetét, látását. Akkor, amikor megtapasztalhatták volna az Istennel való szorosabb kapcsolatnak azt a kicsi lehetőségét, aznak a pillanatnak a lehetőségét, amiben létező és lét összeér. Kedves barátaim, a szavak közti időben történik velünk valami. Valami, ami hatalmasabb nálunk. Amiben a létező és lét összetartozik. Amiben nem azt mondjuk, hogy van lét és van idő, hanem lét és idő adódik. Adódik, hogy benne jobban magadra találj. Vajon, ha ma állna meg a hegyen, a város felett Jézus, a mi életünknek, a mindennapjainknak a hegyén, vajon ma mit látna? Vajon ma is sírna? Vajon megteszünk-e mindent, amit tőlünk vár?
vajon hogy látna ma bennünket? Vajon a mindenkori itt lakó egyetemista, fiatal, nyitté a város békéje felé? Vajon a ma emberei érzik-e, észreveszik-e a meglátogatásuknak az idejét? Vajon mi mindannyian észrevesszük-e az alkalmas időt? Vagy azt látná csupán, hogyha ma visszajönne és megállna a város tetején, hogy mi is csak beállunk a sírba, a sorba, és hangoztatjuk azt, hogy mennyire nagy ez a város, mennyire idegen ez a város, és mennyire zajos. Egy hét múlva virágvasárnap. Jézus egy hét múlva újra meg fog állni a hegyen, a város felett. A mi életünk városa felett. Éljünk is bárhol, Kolozsváron, vagy éppen a Zsírvölgyében. Lenézés meg lehet, hogy ismét sírva fakad, mert lehet, hogy most is ugyanazt látja, amit 2000 évvel ezelőtt látott Jeruzsálem felett, hogy a város lakói, az itt élő emberek nem ismerik fel az alkalmas időt. Meg lehet, hogy sírva fakad, mert most is lát számtalan elszalasztott lehetőséget, rengeteg magányosan egyedül töltött órát, megszámlálhatatlan, céltalan létezést és meg annyi rendszertelen itt létet. Kedves barátaim, ezeken a kérdéseken rágódva talán megfogalmazódott most már bennem egy válasz, hogy néhány órával ezelőtt a feleken megállva, majd a szerpentineken a város felé haladva, mi is volt bennem az az ambivalens érzés? Miért is volt ez az érzés, amit éreztem, annyira gyomorszorító? Egyrészt azért, mert most már rádöbbentem igazán, hogy mennyire nem használtam ki az itt eltöltött éveket, az itt létet. És az itt lét adta alkalmas időt. Mert világossá vált számomra az, hogy milyen kevés alkalommal éreztem meg igazán a jelen való lét borzongató pillanatait. És hogy milyen későre és mennyire nehezen ismertem fel ezeket a felejthetetlen pillanatokat. És másrészt azt is érzem, hogy ezt a nyomasztó érzést azért is éreztem, és azért is volt bennem, mert most jöttem rá igazán, hogy mi is volt itt, mi volt ebben a városban, a kincses Kolozsváron, az alkalmas idő. Az az idő, ami igazán megadta az itt töltött 7 évnek a lényegét, az én fejlődésemnek, a tanulásomnak és a kibontakozásomnak az erejét, mely nem más, kedves barátaim, mint az itt élő emberek, a barátok, a társak, a velük együtt töltött idő, a magam megismerésére fordított órák, vagy éppen az Isten kapcsolatom mélyítésére fordított percek. Van ez a hely, amiről egykoron azt álmodtam, hogy milyen lenne, ha az enyém lenne. Aztán egyszer bekérezkedtem oda, és annak a vágyott helyszínek a teraszáról egy ristrettóval a kezemben bámultam a városra. És semmi sem változott. A város ugyanolyan nagynak, és ugyanolyan ismeretlennek tűnt. Aztán lejöttem, és itt lent találkoztam valami mással. Találkoztam az alkalmas időt felismerő emberrel és egyetemistával, mert találkoztam őszinte barátsággal, találkoztam igaz szerelemmel, találkoztam az
alkalmas időt megélni tudó fiatallal. Találkoztam az embert szerető Istennel, és az Istent gondviselőjének tekintő emberrel. Egy hét múlva virágvasárnap. Jézus egy hét múlva újra megáll a hegyen, a város felett. A mi életünknek a városa felett, és lenéz annak a lakóira. De én nem félek. Nem félek, mert látok egy közösséget, aki felismeri az alkalmas időt. Nem félek, mert látok egy csapatot, aki bár néha feszíteni próbálja a kereteket, de tudom, hogy csak azért teszi, hogy jól érezze magát. Nem félek, mert ismerek egy helyet, ahol végre mindenki önmaga lehet, ahol mindenki a maga módján keresheti meg önmagát és az Istent, ahol végre nem számít, hogy milyen hatalmas, milyen idegen és elnyomó kint minden, hogy milyen ismeretlen minden körülöttünk, mert van itt egy olyan közösség, ahol mindenki mindenkivel a békére vezető útra igyekezhet lépni, mert felismeri együtt, egy közösségként az alkalmas időt. Nem félek, mert itt vannak mellettem a barátok. Itt vannak mellettem a társak, akikkel együtt fürkészhetjük a létezés nagy misztériumának titkait. Akikkel megfoghatjuk egymás kezét. Nem félek, mert itt van ez a hely, az otthonunk. A város, aminek lelkét mi adjuk. Kedves barátaim, én nem félek, hogy Jézus újra meg fog állni életünk hegyén. Biztos, hogy talál bennünk sírásra okot adó dolgokat. De tudom azt, hogy talál őszinte embereket is. Embereket, akik felismerik az alkalmas időt. Embereket, akik az alkalmas időt annak találják, az időt arra találják alkalmasnak, hogy egymást, önmagukat és az Istent jobban megismerjék. Embereket, akik a békességre vezető úton igyekeznek járni. Mert ez, kedves barátaim, a mai nap üzenete. Fel kell ismernünk a jelen valólét, alkalmas idejét, hogy általa felismerhessük a békességre vezető utat is. Egymással, önmagunkkal és az Istennel. Amen. Énekeljük továbbá, kedves barátaink, a Fényes utakon című dalt. Kutyák ugatása, levegye föl álmom, őrizz engem ezen a világon. Őrizz engem ezen a világon, fényes utakon, engedj szabadon járnom. Áll a szívem, annyira fáj, éget a bánat, most egy szép zivatar. Őrizz engem
örökkévaló Istenünk, teremtő, édes jó atyánk, megálltunk újra a hegyen, letekintettünk és láttuk a nagy dicsőséget, láttuk a fényt, a pompát, de láttuk a sötétséget, az árnyékot is. A lábaink lassú léptekkel, megfontolt hosszú lépésekkel indítanak el lefelé az úton. A kanyargós úton egyre több kérdést tudunk feltenni magunknak. Egyre közelebb érünk a látványhoz, ami vonzott. Még csak érezzük a bizsergető érzést, még csak érezzük a hívását, és megyünk tovább az úton. Leérve a városban, ráébredünk, hogy minden ugyanolyan, mint fentről nézve. Hideg, ismeretlen és idegen. Aztán a kérdések tovább hívnak bennünket. Elkezdünk még bennebb menni, elkezdünk kutatni, elkezdjük a legnagyobb kérdéseket feltenni. Mondd Isten, mi értelme a mi életünknek? Mi a célja a mi életünknek? Mondd, megéljük-e ajándékként a jelen való létet? Ahogy a kérdések megformálódnak ajkunkon, felsejlenek a nagy pillanatok. A pillanatok, amikor megéreztük a te napodnak sugarát, annak melegét. Megéreztük, mert amikor elhagyatottságban, magányban, gyászban, fájdalomban, keserűségben voltunk, te angyalaidat embertársainkban küldted el. Megfogták kezünket, és megsegítettek. Most már érteni véljük a jelen való lét ajándékát. Add meg nekünk, hogy élni tudjunk a tudással. Add meg nekünk, hogy ez határozza meg mindennapjainkat, hogy keresni tudjuk benne a békességre vezető utat embertársainkkal, magunkkal, és te veled. Légy te megszentelője az időnknek. Légy te a te dicsőséged, aki meghatároz minket, hogy tovább tudjuk sugározni, hogy bennünk is megláthassák majd, most és minden időben. Amen. Kedves barátaink, mondjuk el hangos szóval az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságunkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Végezetül a gondviselő Istennek áldása, szeretete, jósága, jóra vezérlő ereje legyen és maradjon mindig mindannyiunkkal és a mi szeretteinkkel. Amen. Záróénekként a Napsütötte rész című éneket énekeljük.